Palócföldi dallamok, különleges ízek, sok-sok érdeklődő és kiállító, igazi vásári forgatag. Röviden így lehetne jellemezni a Palócföldön 2011 elnevezésű magyar-szlovák kiállítást és vásárt, amely április 14-én nyitotta meg kapuit a városi sportcsarnokban. A rendezvény keretében bemutatták a Palócút klaszter létrehozása, néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületi alakítása című projektet is. A 2005-ben létrejött Palócút Egyesület 18 millió forintot nyert tervei megvalósítására az Észak-Magyarországi Operatív Programból. A projekt keretében a szervezeti strukturális változások, vagyis a klaszteri alakítás mellett többek között új katalógust készítenek, és megújítják az Egyesület honlapját, mindezt a térség turizmusának fejlődése érdekében. A részletekről Bozvári József a szervezet elnöke, és Kis János, aki a Heves megyei önkormányzat képviseletében vett részt a tájékoztatón, számoltak be közösen. A Palócföldön 2011 kiállítás és vásár április 16-án szombaton zárult.